Folytatjuk a mokkát. Első közös karácsonyát ünnepelte Pintér Tibor és Mária Ács Beatrix. A szerelmesek családi körben töltötték az ünnepeket. Most ők maguk mesélnek erről. Szervusztok, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Hát jó együtt látni így benneteket. Leült már ez a félreértés, ami annak idején volt? Persze, teljesen lecsengett. Viccesen azt mondtam, hogy drágám, most az lenne kérszerű, hogyha magunkról egy kicsit. Tamásról kezdenél egy kicsit. A lényeg az, hogy kellő humorral persze, ez csak fogadták a barátok is, meg mi is, de egyet elmondhatok, életemben ennyi interjút még nem kellett adnom, mint ennek kapcsán. Hogy felfuttattak. Meg ugye én nem tudtam, hogy ismered, tehát hogy én nem tudtam akkor, hogy kiről beszélünk, és utólag derült ki számomra, hogy én ismerem jól a na mindegy, ne is erről beszélünk tényleg. Meséltek a közös karácsonyra, milyen volt? Nem voltunk apukám házában, ugye ő elhunyt októberben, és a testvérem ragaszkodott hozzá, hogy ott karácsonyozunk, úgyhogy lent volt anyukám, nagymamám, unokatestvérem, a keresztfiam, anyukámnak a párja, Tenya és én két napot, vagy két és fél hát napot. Én mentem a Bea családjához, legalább megismertem őket, nagyon helyes. Jaj, ez volt még a bemutatkozós kezét. Tulajdonképpen életemben először voltam együtt a Bea családjával, és kiváltképpen, aki nagyon-nagyon szimpatikus lett persze mindenki mellett, az a nagymamája, aki egy nógrádi, igazán ez a tiszta kékszemű, nagyon intelligens, 80 év körüli néni, akinek a humora, meg a beszólásai, meg az őszintessége, meg az osztott egész... Osztott azért egy kicsit? Persze. Picit igen, de mondom, én nagyon Beát is helyre rakta, hogyha volt valami vita engem is egy pillanat alatt, úgyhogy nagyon... De akkor ő a nagyi a főnök akkor. Persze, abszolút. Tehát nagyon karakán egyéniség a nagymamám, és ő, ha azt mondja, hogy ez van, az úgy van, tehát nem érdemes vele vitatkozni. Tibor átment a tűzkerestségen? Tehát befogadást nyert? Persze. Vagy úton van még? Szerintem, amikor a Bea öccsével megittem az első pálinkát és elénekeltem egy dalt, onnantól rendben volt minden. A harmadik pálinkát meg a nagymamával. Egyébként igen. Mondom én. A többi a legjobban gondolom. Nem volt a nagymama is egy kis pálinkát, sőt a Bea édesanyja is, de tényleg nagyon jól éreztük magunkat. És főztél? Nagyszülők főztek, én külön ettem, próbáltam magamra, ugye én vegán vagyok, és magamnak készítettem néhány ételt. Azt nem mondom, hogy nem ettem bele a süteményekben, mert hát mamának nem lehet nemet mondani. Picit feljött, úgyhogy tegnap kezdtem edzeni, hogy a hasról lemenjen az a kis zsír. Tenyának főztem, tehát úgy besegítettem a nagyszülőknek, de inkább ők, vagy a nagymamának, de ő csinálta. Igen, egyébként ugye nagyon érdekes, most már tényleg 3 hónapja vagyunk együtt, és soha nem gondoltam volna, hogy a szépségiparban valaha ilyen szinten dolgozó hölgy reggel 7-kor föl kell, és reggelit csinál nekem. Úgyhogy kérem, én már nagyon jól jártam, én kapok reggelit. Nem azon múlik, hogy valaki a szépségiparban nagyon dolgozik, vagy sem. Jó, de van egy olyan konvenciója az embereknek, hogy kérem, egy modell, meg egy szépségkirálynőz, az semmit nem tud sütni, főzni, és meg kell, hogy cáfoljam, mert a Bea tényleg, bármár nyilván nem praktizál, és teljesen mások a céljai, de akkor is azt gondolom, hogy nagyon kellemes meglepetés nekem a Bea, mint ember és mint háziasszony, mert most főzés, és tényleg, és jól, és remekül. Nem féltetek attól, hogy elhamarkodott az, hogy végig haknizzátok a teljes magyar sajtót a szerelmetekkel, és mivel, hogyha nem lesz annyira hosszú életű? De igen, és én mondtam is a Beának, hogy nagyon gyorsan jött ez a média megjelenés, én is és ő is vártunk volna vele, de az a filozófiánk, hogy abban a pillanatban, ahogy már az egyik újság megtudta, hogy mi együtt vagyunk, és a mai napig nem tudjuk egyébként, hogy pontosan meg honnan... hazudozni, meg kamuzni, ha már írnak róluk, akkor mondjuk el őszintén, mert csak rosszabb, ha leptetjük, ez egy régi tapasztalat, annak idején a Janzával, ha valamit nem mondtunk el, 5 perc múlva már mást írtak. Ha persze, ez így szokott lenni. Na jó, csak hogy ugye még nagyon fiatalok vagytok, igen, de hogy még nagyon köszönöm friss. Szépen, főleg én, ugye? Nagyon jól tartod magad. Köszi, Zsuzsi. Ez nagyon jó. Fogoljon neked a demcsó. Ennyi, hogy friss a kapcsolat, tehát hogy erre céloztam, hogy ez nyilván rejt még magában buktatókat. Igen, valóban így van, és én is tartok mindig attól, hogy innentől kezdve tulajdonképpen minden motivumokért felelünk, de én pont azt mondtam a Beának a minap, hogy miért kötelező, hol van az aranykövbe vésve, hogy nekünk állandóan nyilatkoznunk kell a kapcsolatunkról. Nyilván hozzátok nagyon hát szívesen jövünk. Elején, jó, persze ez még az elején. Így van, minden csoda 3 napig tart. Én azt gondolom, hogy mi is éljük a normál emberek életét, és egyébként, ha meg beszélnek... Az a lényeg, hogyha befele is éltek. Próbálunk, és egyébként nagyon nehéz, de nem csak amiatt, mert mi
celebek lettünk, meg nem tartjuk magunkat egyébként annak, sőt, mi csináljuk a tisztességes kis munkánkat, és hadd mondjam el, hogy a BEA beépült az általán vezetett Nemzeti Lovasszínház online marketing életébe, ő lett az egyik marketing menedzserünk, és nagyon szépen is dolgozik, látványos is a munkájának a gyümölcse, ez egy fantasztikus dolog, hogy együtt is tudunk dolgozni, hát én megcsinálom a szokásos produkciókat, most a hóvégén János Vitézre készülünk, aztán utána egy újabb produkció, a Trójára, tehát mindig van valami, ami az életünkben most már közös munkaként is összeköt. Terv valami, külföld gyorsan, valamerre mentek? Terve van? Hát én nagyon szeretném kivinni első körben ugye Tenyát, de a színházat is Amerikába. Felvettem a kapcsolatot a Los Angelesben a Magyar Házzal. Már folynak a tárgyalások azzal kapcsolatban, hogy mikor tudnánk kimenni. Valószínűleg idén biztos, hogy megoldódik. Nem tudjuk, hogy január végén el tudunk-e menni, mert egy, neki be vannak táblázva a napjai, kettő, le van foglalva a Magyar Ház, tehát hogyha a január vége, február eleje nem lesz aktuális így időpont ügyileg, akkor augusztus végén valószínűleg biztosan. Én még soha életemben nem jártam Amerikában, és nagyon-nagyon szeretnék, és nagyon vágyok rá, de tényleg csak azért, hogy lássam egyszer. Kalifornia annyira szép. Igen, hogy gyertek be majd, aztán elmeséljétek, hogy milyen volt. Köszönjük szépen. Mi köszönjük, hogy itt lettünk.